A Tanulmányi Erdőgazdaság nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket itt Ákvalva fölött a Pászhegyen. Kettő dologról szeretnék itt nagyon röviden szólni. Gyakorlatilag mind a kettő köszönet nyilvánítás. Az egyik a Soproni Turista Egyesületek tagjaié, akik most itt vannak, többen ott voltak a Kecskegyi kilátóavatásán is, és valamelyikőjük, én úgy gondolom, hogy nem volt ez tudatosan előre fölépítve, de spontán bedobta, hogy van ám még egy kilátónk, ami el van hanyagolva. Hirtelen nem tudtam, hogy miről van szó, mert azért elég jól ismerem itt Sopront és környékét, de bevallom őszintén, ezt a helyet nem ismertem. És akkor mondják, hogy a Házhegy kilátó. Akkor beugrott a dolog, mert a kilátós könyvbe a Házhegy kilátó benne van, de mint egy, ott a fotón, mint egy egyszerű kis magas les. Na, mondtam a kollégáknak, akkor ugye ott megígértem, hogy ha ez megéri, akkor ezt föl fogjuk újítani, vagy újjáépítjük. Mondtam a kollégáknak, ugorjunk ki, nézzük meg, ezt a roncsot, a kép alapján megállapított roncsot, vagy lebontjuk, vagy ha olyan, akkor újjáépítjük. Amikor ide kijöttünk, mind a hármunknak, akik itt voltunk, az volt az egybehangzó véleménye, ezt a kilátót újjá kell építeni. Hát nem felújítottuk, majd egy kicsit bonyolmányos lett volna, ahogy unokáim szokták mondani, hanem építettünk helyette egy újat. Hivatalosan alkoholvármesteret úgy szerep, hogy felújítottuk. Ő tudja, miről van szó. A másik dolog pedig, amit nagyon röviden meg szeretnék említeni, hogy ezt már tőlem többször hallották, hogy az erdőgazdaságnak egy szinte minden munkaterületen bevette elve, hogy együtt kell működni, együtt kell dolgozni, és akkor jutunk valamire. Ez a kilátó is példája ennek. Tudnélik, ez a terület, ahogy a Csoltói úr említette Kovács úrnak a köszöntésekor, ez magánterület. Tehát ez nem állami terület, ez egy magánterület. Tehát itt, amikor fölhívtam Kovács urat, hogy ezt a kilátót felújíthatjuk, vagy megépíthetjük-e újra, de hát ez az ő területe, neki az engedélye kell hozzá. Nagy örömmel mondotta, hogy igen. Tehát ez is az összefogásnak, az együtt dolgozásnak, együttműködésnek egy nagyon jó példája. Egy magántulajdonos és egy állami cég a közjavára egy ilyet tud alkotni. Ez a kilátó nyitva áll mindenkinek, aki ide följön és meglátogathatja. Ez a kultúra Nyugat-Európában természetes, hogy a magántulajdonban lévők is megengedik esetlegesen azt, hogy a területeken levő értékeket látogatni lehessen. Mi, akik itt születtünk, gyakorlatilag mindig azt hittük és úgy éljük meg a tájat, hogy mi mindent ismerünk, mindent látunk, vagy mindent tudunk már erről a tájról. Aztán rá kell jönnünk, hogy amikor egy ilyen helyre eljövünk, akkor megint csak rá kell döbbennünk, hogy bizony, sok-sok részletét tapasztaljuk meg, és azt mondjuk, hogy ennyi, hát itt éltük le az életünket, és mégse tudtunk rácsodálkozni azokra a szépségekre, amit ez a táj nyújt, és itt a Sopronnak és környékének a rendkívüli adottságait is bemutatja ez a kilátó is. A természeti táj, a természet szépsége nem ismeri a határokat, ezt is örömmel állapíthatjuk meg most már. Ugye emlékszünk mi még, amikor a határ itt köztünk volt. A táj az akkor is az volt, de a határ köztünk volt. Most pedig ezekkel a túrabakancsokkal, botokkal nyugodtan el lehet indulni határoktól, függetlenül a meglévő határokon átjutva, és a szomszédos tájakat is be lehet járni. És ezért, amikor itt járunk, azt is meg tudjuk állapítani, köszönhetően a Tanulmányi Erdőgazdaságnak az elmúlt években sorozatosan végzett fejlesztéseiben, hogy nagyon gazdagok vagyunk. Tehát igazi turisztikai látványosság vagyunk ezen a területen, és mindent meg tudtak adni azért, hogy ezt a természet iránti szeretetünket élvezni is tudjuk. 1998-ban itt építettünk egy kilátót. Ennek egy hasonmását, ha nem is ilyen precízen, ilyen szépen, de egy kilátót, ami 15 évig eltartott, és az idő fogsorá által elporlott, bontásra kellett kerülni, ezért új állta most a helyét, aminek most és mindenkor köszönetet mondok Gámbor László igazgató úrnak, a Tájgártének, és mindazoknak, akik hozzásegítettek ahhoz,
hogy ez a szép és jó kilátó új legyen a régi helyett. Tehát volt kilátónk 15 évig, és van kilátónk a jövőben évtizedekig. Hogy miért évtizedekig, annak a tanulsága, hogy az utánam lévő generáció örököseim egyik is, másik is kilátót fognak tovább is vinni, és építetni, vagy építeni. Ezért állnak itt mellettem, hogy a jövő évtizedeinek a generációját is megismerhessék, megláthassák. És most, hogy ez a szép kilátó itt áll, ennek csak örülök, örülhetünk mindnyájan, ágfalviak, minden állampolgár, és akár idegen, külföldi turista vagy kilátogató. Egy új kilátót avattak Ágfalva legmagasabb pontján, de korábban is volt már itt egy kisebb kilátó. András, mi a története ennek? Hát ezen a helyen, ahol most állunk, ezt úgy hívják, hogy Házegy, németül Hausberg. Hogy honnan kapta ez a hegy a nevét, nagyon egyszerű, jellemző volt, pár száz évvel ezelőtt, hogy minden házhoz tartozott egy nadrágszí parcella, ami tulajdonképpen erre a házhegyre végződött. Alul 2 méterrel, a végén már 0 pontra végződött. Ahol most állunk, ez a házhegy 332 méter magas. Innen gyönyörű kilátás van. Ez a kilátás tulajdonképpen az egész Alpok aljáig be lehet látni. Sőt, mögöttem épp nyugat felé a Schneeberg látható a 2000-valány méter magasságában. Gyönyörű ez a kilátó, gyönyörű ez a házhegy része, hisz ez még a én gyermekkoromban tulajdonképpen szőlő volt. A 1946-ban, amikor az ágfalviakat kitelepítették, elüldözték, a Bernecker-éké volt ez a szőlő. Többször, mikor hazajöttek később, a 60-as években, a Bernecker Andrásék, sokszor fenn voltam vele, nyilván akkor már szőlő nem volt meg, de a vadonhajtások még egy-két helyen még kinőttek. Majd később, az 50-es években ezen a területen a veszprémi légvédelmi tüzérek építettek betonelemekből egy tüzér kilátót, ami tulajdonképpen a légi megfigyelést szolgálta, ilyen volt Ágfalván, ilyen volt Harkán is. Tehát innen, amikor egy-egy repülő átrepült fölöttünk, vagy közelbe, komolyan megfigyelhették, és azonnal 2 perc múlva le is adták Veszprémnek. Tehát ezt a légvédelmi kis kilátott épületet aztán egész 56 nyaráig itt volt és szolgálták a katonák, 4-5 fő volt csak itt, mondom még egyszer, Veszprémhez tartoztak. Ez aztán megüresedett ez az épület, és később lebontásra került. Majd 1998-ban úgy gondoltuk, ágfalviak, Kovács Feri, Ferenc birtokán, hát gyönyörű panoráma vesz bennünket körül, arra gondoltunk, hogy hát valamit építeni kell. És akkor társadalmi munkával felépítettünk egy magas
hát egy kis kilátót, nem is tudom minek nevezünk, hivatalosan talán magaslatnak is nevezzük. Nagyon összefogtak az emberek, akkor még főleg hátsók, asztalosok, és természetesen mások is. Felépítettük, hát ez az utóbbi időkben sajnos annyira elhasználódott, hogy le kellett bontani. Felépült egy új kilátó. Nagyon büszkék vagyunk erre, hogy ez a kilátó tulajdonképpen felépült, hisz ez most a környéken, Sopron és környéken 16 kilátó van, ez a legfiatalabb kilátó. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk most Ágfalván, hogy ez a kilátó, ez a hely, a házhely ismét a turizmusnak egy célpontja lett. Hát ahogy feljöttünk, lehetett látni, az emberek jönnek, mennek, és ez nekünk Ágfalvának ez egy nagyon kedves pont lesz.